mindenek előtt a még meglévő jó kis zöld fűszereimből, ugye egész télen van rozmaring, a frissságait levágtam, és képzeljék el, hogy annak ellenére, hogy minden szakkönyv azt írja, hogy a citromverbéna az nem él meg itt nálunk télen, ez nálam megél, évek óta ott van, egyre szebben bokrosodik, és még vannak zöld levelei, de egyébként a száraz levelei is nagyon jók. Ezt leszedtem, teszek hozzá narancshéjat, alkohollal feloldom, beleteszem egy spritznibe, és van saját levegő illatosítom. A rozmaring fertőtleníti a levegőt, egyébként a citromverbéna és a rozmaring is immunerősítő. Még egyet kell fejlesztenem, hogy ezt valami üvegből vagy porcelánból meg kell találnom, hogy ezt is lecserélhessem a műanyagot. Annyira jó az illata, hogy nem tudok betelni vele. Az anyai nagyanyám, a Ritgaszer mami, aki egyébként Molnár volt, csak ugye a férje után Ritgaszer maminak hívtuk, két fantasztikus édességet tudott készíteni, vagyis nekünk az a kettő volt a kedvencünk. Az egyik a rácrétes, a másik a foodbakelt. Az ország többi részén egyébként vizenkullogóként ismerik. Nem mindenütt pont ugyanolyan a recept, én most a mamiét mutatom meg. Azért kútba kelt, mert hideg, vizes helyen kell keleszteni. Leeresztették a vödörben, a kútba, és ott szépen lassan keleztették. Máshol, most már én is, egy vödör vízbe fogom beleereszteni, és ahogy kell, úgy dobja majd fel magát a víz tetejére. Nos, ez egy zsíros kelt tészta, úgyhogy 2 deciliter tejfölt meglangyítok, teszek bele egy kanál cukrot, és ebben fogom felfuttatni az élesztőt. Jól elkeverem az élesztőt a cukros tejfölben. Természetesen a legzsírosabb tejföl kell hozzá. Amíg ez felfut, addig 2 kezeletlen citromhéját, 2 teljes citromhéjat belereszelek. Egy ilyen viszonylag masszív zsíros kelt tészta, hihetetlen citromillattal. Ez a lényege. És hát kívül cukros lesz, ezt elárulom, úgyhogy karamell és a citrom együtt, az a 2 illat, semmi nem tud ilyet, csak a kútba kelt. Jól eloszlatom ezt a citromhéjat. 1 deciliter sertészsír, mangalicazsír, vaj helyett zsír. Nagyon fontos, teljesen más íze van tőle a tésztának, ez zsírral jó. Ugyanúgy eldörzsöljük, mint ahogy a vajat szoktuk. 1 csipet só, ki ne felejtsük. 3 egész tojás van ezúttal benne, nem csak a sárgája. Azt beletesszük ide a tejfölbe. Elkeverjük ezzel is. Hozzáadjuk a liszthez. És aztán szépen kidolgozzuk. Ha túl lágy lenne, akkor adjunk hozzá még lisztet, ugyanis vízbe fogjuk lógatni ezt a tésztát, azért az még lágyít rajta. Mutatom, hogy milyennek kell lenni. Ezt nem lehet klasszikusan dagasztani, mert nagyon zsíros tészta, tehát ezt inkább gyúrjuk. De azért jól ki kell dolgozni természetesen, hogy szép lazán tudjon megkelni majd. Ez körülbelül jó ez a keménység. Azért ruganyos tésztáról van szó. Akkor ilyen szépen összeállt a tészta. Akkor fogunk egy pelenkát, jól bezsírozzuk,
hogy teljesen ne ázzon el a tésztánk, meg ne ragadjon bele a konyharuhába vagy pelenkába, attól függ, hogy mi berakjuk bele. Erre szerintem a legjobb a klasszikus pelenka, jól ki lehet főzni, nem öblítőzzük, legalább meg tudjuk különböztetni. Elkenjük rajta így a zsírt, és egyszerűen csak belecsomagoljuk a tésztát. Az nagyon fontos, hogy nem ilyen szorosra kötjük, hanem ilyen lazára, mert meg fog kelni, kell neki a hely. És szépen átkötjük. Jó szorosan. Egy teljesen tiszta vödröt veszünk, amit nem használunk koszos dolgokra soha, és hideg vízzel teleengedjük. Egy fa kanál, és akármilyen furcsa is, bum, belerakjuk. És most teljesen leült az aljára a tészta, és majd ahogy levegősödik kell, itt lesz fenn a tetején. Úgyhogy kiviszem. Gyönyörűen földagadt. Itt úszik a víz tetején. Jól lecsöpögtetjük, már esik is össze a tészta. A hideg víz, a hideg levegő ellenére ilyen gyönyörűen megkelt. Ezért volt az, hogy a hideg kútban is megkelt. Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal lassabban kell, és ezért sokkal jobb, lazább lesz a tésztája. Belisztezzük a deszkát, mert hiába zsíroztuk meg a vásznat, azért még elázik a tészta külseje, és ilyenkor egy pici liszt az segít rajta, hogy ne ragadjon a deszkára. Gyönyörű szép laza, picit a külsejét azt belisztezzük. Nem is kell több, és a többi lisztet félre kotorjuk, mert arra már nem lesz szükségünk. Amikor ezt készítette a mami, akkor már az utca végéről lehetett érezni, hogy kútba kelt van, mert annyira finom illatos, ahogy rásül a cukor, ilyen karamellillat száll, és a sok citromhéjtól pedig nagyon jó citromos az illata. Darabokra vágjuk. Lehet egészen aprókat készíteni belőle, lehet kicsit nagyobbakat, de körülbelül egyenlő nagyságúakra fölvágjuk a tésztát. Cukorral beterítjük itt a deszkát magunk előtt, jó vastagon, és akkor a cukron jól meghempergetjük, és közben kicsit nyújtogatjuk is a tésztadarabunkat. Az a lényeg, hogy rengeteg cukor legyen rajta. Megsodorjuk. És akkor ez is, ahány ház annyi szokás, különböző formákba megsodorható. Jöhet a következő. Mindenki kialakíthatja a maga kútba kelt formáját. Az a lényeg, hogy tekeredjen. Már most olyan jó illata van. Mivel cukorral van befedve, ezért nem kell lekenni sem tojássárgájával, mert itt ez a cukros durvasága dísze ennek. Nézzék meg, mennyi citromhéj van benne, gyönyörű. Közben még így sodrunk, addig bekapcsoljuk a sütőt, 180 fokra előmelegítjük. Én ezt a formát szeretem, a mama is így csinálta, Ritkaszer mami. Mindjárt akkor mutatom lassabban. Sodorjuk mindig a cukorba, mert a tésztájában csak egy kanállal van. Nem olyan egyszerű sodorni, mert csúszik ugye a cukron. Tekerek rajta egyet, az egyik végét is bedugom, és a másik végét alatta áthurkolva a tetején szintén bedugom. Hogyha lesznek így kisebbek is, mint nekem, azokat középre rakjuk, a nagyobbakat pedig a szélére, mert ott több hő éri. Ha fogy a cukor, akkor mindig pótoljuk, hogy legyen elég. Megfelelő távolságba kell rakni őket egymástól, mert szépen meg fognak dagadni, tehát ne nőjenek össze. Lehet 2-3 tepsi is lesz belőle.